oktatás az, az olyan, amit nem lehet csak munkaidőben csinálni 8-tól 4-ig, hanem ami, ami úgy teljes valójában leköti az embert. Tehát az szerencsésnek mondhatom magam, mert amit csinálok, az a hobbim is. És nem a rektorságra gondolok feltétlenül, hanem a kutatásra. Az egyetem alatt én ugye igyekeztem megfelelni azoknak az elvárásoknak, tanulmányi kihívásoknak, amellyel ugye találkoztam, és ezt hát igyekeztem maximálisan megtenni. A professzorok azok a példaképeim, elődeim, akik a pályára irányítottak, azoknak a szerepét egyáltalán nem lehet elvitatni, és többen is vannak ilyenek, akiket megemlítenék, Klavai József, aki a tanszékvezető volt akkor, amikor én elkezdtem itt az egyetemen dolgozni, illetve hát voltak korábban is olyan professzorok, akik meghatározták a választásomat, mint a Papp Sándor, Nemec Ernő, és hát utána pedig Mészáros Ernő, aki 92-ben jött Veszprémbe, és aki hát egyből azt a szakmai irányt meg is határozta számomra, amiben azóta is vagyok. A tanulmányom végén én Hollandiában fejeztem be az egyetemet, mert én a rendszerváltás évében végeztem, és akkor úgymond kinyílt a világ. És ott megismertem azt a fajta kutatói attitűdöt, amit persze itthon nem lehetett nagyon látni akkor még, de nagyon vonzónak bizonyult számomra. A Pannon Egyetemen én azt látom, hogy ugye itt a tudomány területek azok nem a teljes spektrumban képviseltetik magukat, de amit csinálunk, azok a területek, amikben mi vagyunk, azok egyértelműen magas szinten kínálnak mondjuk kutatási lehetőséget. A Pannon Egyetemnek az előnye az a mérete, a kiváló kollégiumi lehetősége. Mindig a közösség tud az embernek erőt adni, meg meghatározni az életének a kereteit, és az itt Veszprémben nagyon erős. Tehát ez nem egy személytelen tömegképzés, hanem ez egy nagyon emberbarát, családias intézmény, és azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalnak ebben az eléggé összegabajodott világban erre van szükségem.